Fejér megye egy olyan részén járunk, amelynek eredetileg besenyők voltak a lakói. A középkorban két falu, Alsó és Felső Egres volt a területén, melyek közül a felső mára eltűnt, csak az alsó maradt meg. Ez a mai falu Puszta Egres. A 15. század elején az uradalmat a kanizsai család szerezte meg. A török hódoltság idején csökkent a lakossága, sőt a 15 éves háború le is törölte a térképről. Puszta Egres az egykori uradalmi központ a Nyugat-Mezőföld keleti peremén, a Sárvíz mentén helyezkedik el. A terület 1650-ben került a Zichy család tulajdonába, akik a török uralom után tudták a birtokot átvenni. A hagyomány szerint Puszta Egresen egy uradalmi lakóház állt, ez lett később a település központja. Ugyanezen hagyomány szerint a mostani falu kialakulása az 1848 utáni évekre tehető, amikor 18-20 család a környező pusztákról és falvakról az Őrsi Szőlőhegyre költözött. Az írásos adatok azt bizonyítják, hogy 1870-ben 70-en éltek Puszta Egresen. Ekkor szilárdult meg a település kisközségi jellege, annak köszönhetően, hogy a nagybirtokosok és az itt élők között 1854-ben szerződés keletkezett, amely alapján a lakosság letelepedhetett a Szőlőhegyen. Puszta Egres 1969 óta Sárbogárd város része, előtte a Sárbogárdi járás egyik községe volt. A videó az Eko-innovációs műhely megbízásából az Európai Unió és Magyarország kormánya támogatásával készült.